Amúgy azt még érdemes megemlíteni hatalmas egy pozitívumként, hogy mindenhova egyféle fajta csavart használunk, tehát mind az alaplaphoz, mind pedig a ház összeszereléséhez, ugyanazokat a csavarokat adta a Cooler Master, ez piros pont, itt nem kell keresgetni, milyen a menete, sűrű, ritka, mennyire hosszú, mennyire rövid, egyféle csavar van, úgyhogy ha annak megtaláljátok a menetét, akkor azt nem tudjátok rossz helyre csavarni. Ami ugye itt a hátsó kamerában, vagyis az oldalsó kamerában látszik, hogy itt a hátsó részen, hátsó elemen elég nagy részünk van kábelmenedzsmentnek, hogyha kábelmenedzsmentnek hagyjuk föl ezt a helyet, hiszen ide is tudunk HDD-ket rögzíteni, ide alulra, nyilván az akkor elvesz ebből a térből. Mi most az építésnél nem használunk csak M2-es SSD-t, úgyhogy valószínűleg itt nagyon szépen meg tudjuk oldani a kábelmenedzsmentet. Egyébként nagyon faszán hozzá lehet férni az alaplaphoz, ezen a kis szerelőablakon, hogyha hűtést cserélnétek, alakítanátok át, akkor nem kell attól tartani, hogy szét kell szedni ezt a házat, bár egyébként nagyon egyszerű, hiszen tényleg mindenhol szépen összepattan, és csak csavarokkal össze kell rögzíteni, bár ugye még nem tartunk a végénél, de eddig azt mondom, hogy nagyon könnyen, nagyon egyszerűen szerelhető. Hát majd kíváncsi leszek a végeredményre, hogy hogy tudjuk tényleg elkábel kötegelni. Mi most ugye igyekszünk a felesleges alkatrészeket nem beleépíteni, mint például a SATA-s eszközök, HDD, SSD, tehát maradunk az M2-nél, illetve ugye full moduláris tápról beszélünk. GX3850 esetében, ami szintén meg fogja könnyíteni nekünk az építésünket, hiszen csak a szükséges kábeleket fogjuk bekötni a tápba, beleépíteni a házunkba. Középső állásba helyeztem el a tápegységet, ugye a három lehetőség közül, nagyon fönt, középen vagy nagyon alul. Ugye arra érdemes odafigyelni, hogy amikor nem SFX táppal építünk, akkor ugye itt az ATX táp ez kitölti a teret, tehát a frontpanel kábeleit itt már nem tudom elvezetni a táp alatt és kihúzni, mert ugye ez értelemszerűen nagyobb. Illetve ugye az állást úgy kell beállítani, hogy a videokártya hossza meghatározza, ugye, hogy hova tudod tenni a tápegységet. Nekünk egy 5007 XT kerül bele az építésbe, ami elvileg így, hogy a középső állásban vagyunk, el fog férni, és pont lesz annyi helyem, hogy innen kivezessem szépen a kábeleket, viszont ugye itt túl sok hely már nem lesz alul, folyadékhűtést azt valószínűleg felülre kell majd szerelni, de majd az építés során alakul, most egyelőre ez a terv, hogy a középső állásban van, mert akkor még itt felette is van hely a kábeleket áthúzni, átvezetni, illetve még alatta is van annyi hely, hogy játszunk ugye a PSU-nak a kábeleivel. Közben, hogy megkönnyítsem most már a magam dolgát, hogy talpra tudja majd állítani a házat, fölcsavarozzuk az alját, és elvileg az aljára nem fogunk, ház aljában már nem kerül semmi, ugye azt mondtam, hogy nem ott lesz a radiátor, legalábbis az a terv, úgyhogy ugye ez így a ház alja, de ennek még kell talpakat varázsolnunk. Azt nem tudom, hogy ilyenkor tegyünk-e föl erre valami színes elemet, vagy ez marad így. De miért ne? Miért ne lehetne az alja is színes ennek a háznak? Tényleg? Végül is miért ne? Oké, és megint meg kell állnom egy pillanatra, és tudom, hogy nagyon-nagyon hosszú lesz ez a videó, úgyhogy valószínűleg két részletben adjuk le, sőt, szerintem már az első felét le is adtuk, mert tényleg nagyon hosszú, de hogy mennyire jól és mennyire okosan van kitalálva ez a ház, és mennyire jól testre lehet szabni, arra menet közben jön rá az ember. Ugye, említettem már a folyadékhűtéses opciót, és mi is folyadékhűtést szerelünk bele, viszont mi egy kompaktot, de aki mondjuk épített vizet szeretne beletenni, tehát mondjuk egy custom loopot, annak mutatom a technikát. Ugyanis itt van ez a hátlapi elem, amit ott láthattok, és itt van egy D5, illetve egy DDC megjelölés, elnevezés ezen a lapon, illetve különböző furatok. Nem véletlen, az egyik a D5-ös pumpái, a másik a DDC pumpái, szóval custom vízre fel van készítve, hogy oda tudjátok tenni a pumpát. De azt ugye, itt láthatjátok, hogy én ide tettem a tápot. Na most, a tápegységnek is van még helye. Szóval, ha a tápot innen kibuktatjuk ebből az első egységből, ugye itt ez a kis keretünk, ezen nagyon jól látszódik, hogy itt van neki két ilyen kis kampója. Na, hát de ezt hova teszed, ugye? Merül fel a kérdés bennünk, hiszen oda nem tudod, az elejére már nem fér el. Hát ide, a gépház aljába, itt van ennek a két
kis kampónak két ilyen kis nút, amiben bele tudjátok rögzíteni, és most ugye oda van téve a kábel, de én ezt ide csak így beleillesztem, hogy lássátok oldalról, szóval így néz ki abban az esetben, hogyha ide, vagy akár ide, mert ide is lehet pumpát feltenni, pumpát rögzítenétek. Természetesen ebben az esetben ugye a videókártyát az csak vízzel tudjátok megoldani, hiszen itt már kevés a hely, főleg így, hogy egy ilyen szép nagy típusú ATX tápot tettünk bele, de így is el tudjátok rendezni, és ez szerintem nagyon-nagyon egyszerű, illetve tényleg a fantáziánk szab határt annak, hogy építsük meg ezt a házat. Föl lehet tenni ide is a pumpát, ha akarjátok, de a gyártó úgy oldotta meg, hogy ide is tehetitek, és mondom, akkor leteszitek ide a tápot, mert miért ne? És még egy dolog akkor, amit itt megmutatok, ami nem fog bekerülni az építésbe, de ti betehetitek, és ugye ez még mindig a folyadékhűtéses opciónál jöhet jól, ugye a radiátort, hogyha erre rögzítitek föl, itt két állásban tudjátok ide rögzíteni, vagyis fölakasztani ezt a kis ajtót, ilyen zsanér segítségével. Ugye ez a felső állás, akkor itt szépen foglal helyet a radiátorunk, és van egy ilyen lentebbi állás lehetőségünk is, akkor pedig itt kap helyet. Ki hogy szeretné elrendezni ugye a házunk belsejét, viszont ugye ezt mi most nem használjuk, ezt mondtam, mert felülre fogjuk tenni a kompakt folyadék hűtésünket, illetve ugye így kitakarná itt a látványos dolgokat, szóval erre most nem lesz szükségünk. Viszont ha mondjuk HDD-t szeretnénk beletenni, akkor ugye tudunk erre is rögzíteni, erre az elemre, és tudunk ugye ide hátra is tudunk HDD-t, kettőfeles, háromésfeles, SSD-t is akár, szóval bármi, ami Samsungnak ingere, de mi most ugye mellőzzük ezeket a fajta perifériákat, tehát se HDD, se SSD, ami kettőfeles vagy háromfeles lenne, nem kerül az építésbe. Találkoztunk már egy-két ilyen GPU holderrel. Na jó, de ez ki van találva, srácok. Alapvetően ugye ez egységünk fog itt világítani, van benne egy ilyen kis tükrös középső egység, gondolom, amiben ilyen infinit végtelen hogy lesz, hogyha belenézünk, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a kártyát hogy tartja meg. Van ez a picike kis fém egységünk, aminek ilyen gumi borítása van. Ez gyakorlatilag ráharap erre a plexire, és amikor lezárjuk így, akkor rögzíti le, és ez bizony tart rendesen. Szóval ezt az elemet kell feloldani, úgy tudjuk ezt lejjebb vagy feljebb ültetni, és amikor rázárjuk ezt a klipszet, akkor szépen rászorít. Number one. Amúgy hibát vétettem, vagyis mégsem vétettem, pont azért, mert ebből a házból bármi és akármi lehet, de ugye az oldalai azok beülnek az aljába, és így föl tudod hajtani, és ezekbe a kis klipszekbe pattannak be, és én ugye pont fordítva tettem itt föl az alját a tetejére, a tetejét az aljára, de semmi gond, mert ki tudod ezeket szedni, utána át tudod akár ide fentre is ültetni, akkor már is ide be tudjuk ültetni az oldalát, rápattan, és kész. Illetve csak majdnem, ugyanis itt vannak ezek a kis rögzítők, amiket már ugye mutattam. Ezek a 3D nyomtatott, vagy akár nyomtatható elemek. Na és akkor most vagyunk kész. Például a kokáért oda is lehet tenni, de még azért csak-csak képet, illetve fényt kéne varázsolnunk, hiszen ugye minden RGB-s benne, gyárilag ugye van egy fehér 120 mm-es RGB-s ventilátorunk, ugye a Master Liquid hűtésünkön is van két RGB-s ventilátor, a GPU holderünk is világít elvileg, úgyhogy röffentsük be, és nézzük meg, hogy mit sikerült alkotnunk. Hú, megjött! És hát gigabyte lap révén, ugye, ezt ott oldalt láthatjátok, de inkább lepattintom az oldalát,
egy narancssárga világítást kapunk, ami eszméletlen jól néz ki. Így összességében minden gyönyörű narancssárgán világít, kivétel itt a kártyánkon a gigabyte felirat, ezt majd orvosolni fogjuk. Na most, még az AMD rendszerünk párszor újraindul és összeszedi magát, ugye alapvetően egy 240-es folyadékütést tettünk a ház tetejébe, egyébként 280-as radiátor is elfér, vagy fölülre, vagy alulra, szóval itt is elég nagy a lehetőség, és viszonylag egy nagyobb típusú videókártyát tettünk bele a rendszerbe, ennél még hosszabb videókártya is elfér, akár egy 365 mm hosszú GPU-t is bele tudunk építeni a rendszerünkbe. Ugye ez alapvetően azt mondom, hogy a hétköznapi megszokott építés, de tényleg ennek a háznak millióféle fajta elrendezése van. Ugye próbáltam ezt nagyjából összeszedni a videó elején is, illetve az építés közben is ugye az észrevételeimet megosztani veletek, hogy tényleg aztán fektetve, állítva, fordítva, 90 fokkal elforgatva, videókártya vertikálisan, épített folyadékhűtés, nem épített, hanem all-in-one folyadékhűtés, mindennek ad lehetőséget ez a ház. Arra kell vigyázni, arra kell figyelni a komponensek megfelelő méretére, hiszen az szab nekünk ugye határt, hogy mit és hova tudunk tenni. Gondolok itt az ITX alaplap, vagy akár egy Extended ATX alaplapra, az SFX tápra, vagy a normál ATX tápra, amit akár ugye előre, vagy akár alulra is el lehet helyezni, de én azt mondom, hogy azért érdemes ezt előre jól kitalálni, jól kigondolni, annak fejében, hogy milyen eszközöket, milyen hardvereket szeretnénk beleépíteni ebbe a gépbe. Amit még érdemes megemlítenem, egyébként a kábel management, amit előjáróban azt néztem, hogy építés függvénye, hogy mennyi helyed marad a kábel managementnek. Mi most ennél a normál építésnél mondjuk azt, bőven megfelelő és elegendő helyjel találkozunk itt a ház hátuljában, hogyha megnézitek, nagyon szépen el lehetett vezetni a kábeleket, és még mindig tudnánk ide mondjuk kettőfeles, három és feles meghajtót is szerelni, még akár az is gyönyörűen beférne, egy-két SATA kábel pluszba az már nem oszt, nem szoroz, de egyébként azt mondom, hogy nem kell túl zsúfolni, jól néz ez így is ki. El tudnék képzelni belőle egy épített folyadékhűtéses verziót, bár ugye tényleg nagyon ki kell találni, azért nincs benne nagy tér, de pont ezért lehet szerintem egy nagyon szép, nagyon igényes, és akár egy nagyon látványos PC-t is építeni custom folyadékhűtéssel. Srácok, ennyi lett volna ez a videó mára, reméljük, hogy tetszett nektek, és tetszett a Cube 500-as házikó is. Elég hosszúra sikerült nyújtanom ezt a videót. Ha kérdésetek van, azt nem csodálom, úgyhogy nyugodtan tegyétek fel odalent kommentbe, a leírásban megpróbálok minden infót, illetve a gyártó oldalát is oda tenni, hogy tényleg ti is közelebbről szemügyre tudjátok venni azt, hogy mennyiféle fajta képen lehet megépíteni, illetve milyen méretekkel, dimenziókkal kell számolni. Ha tetszett a videó, akkor nyomjátok meg a lájkot, hogyha nem, hát akkor a diszlájkot, és hogyha nem tettétek volna még meg, akkor iratkozzatok fel, és legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok!